Hajdúnánáson több évtizedes sikersportág a kézilabda. A szép sikereket elérő két felnőtt kézilabda csapat mellett jelentős utánpótlás bázist sikerült kialakítani az elmúlt évtizedben. A fiatal csapatok a korosztályos bajnoki küzdelmek mellett rendszeres résztvevői a különböző utánpótlás tornáknak, és évről évre elindulnak az országos diákolimpia küzdelmeiben is, ahol már nem egyszer értek el szép sikereket. Az elmúlt napokban a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium negyedik korcsoportos leány kézilabda csapata küzdhetett hazai pályán az országos döntőbe kerülésért. De ahhoz, hogy a országos elődöntőig eljussunk, először egy megyei elődöntőn kellett az első két csapat között végeznünk, majd a megyei döntőn, ahhoz, hogy nekem selejtezőt játszani kellett megnyernünk. Hál' Istennek mind a két akadályt venni tudtuk, és ennek lett a következménye az, hogy megrendezhettük, szerencsések voltunk, hiszen ugye a négy megyéből még kaptuk meg a rendezés jogát, hogy hazai pályán tudtunk játszani az országos elődöntőben. Azt gondolom azért az mindenféleképpen előny volt, de hát a két mérkőzés szerintem azért bizonyította a létjogosultságunkat. Én azt gondolom, hogy a megyei elődöntőben és a megyei döntőben is azért nagyot csatáztunk a Valmazújváros, ugye az első mérkőzést ők nyerték a megyei elődöntőn, de ugye igazán annak nem volt különösebb jelentősége, hiszen automatikusan két csapat jutott tovább. Mert azt gondolom egy kicsit a sorsolásnak is köszönhetően, de a megyei döntőben azért komoly különbség volt a két csapat között, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ők ugye kettőztek, két meccset játszottak egymás után. A Hajdúnánáson megrendezett régiós elődöntőbe a hazai Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium csapata mellett a fehérgyarmati Kölcsei Ferenc Református Általános Iskola együttese, a szeghalmi Péter András Gimnázium gárdája, valamint a Balassa gyarmati Balassi Bálint Gimnázium csapata kvalifikálta magát. A sorsolás eredményeként a mieink a szeghalmiakkal csatázhattak azért, hogy a torna döntőjébe kerüljenek, és később játszhassanak az országos döntőt érő helyért. Az első mérkőzésen egy kifejezetten jó csapattal találkoztunk, ahol több kimagasló képességű játékos volt, de azt gondolom, hogy csapatszinten sikerült őket legyőzni, hiszen ugye a klubban sokáig ugye azonos képzés volt, és ugye ezek a játékosok gyakorlatilag eddig ebben nevelkedtek, és ugye én azt gondolom, hogy az összeszokottság maga a nyitott védekezés és a támadásbeli variációk, azt gondolom, hogy hozták meg a sikereket, hogy azokat a jobb képességű játékosokat azért perifériára tudtuk szorítani, és nem tudtak olyan eredményesek lenni egyénileg, mint ugye nálunk a csapat a második fél időben, meg én azt gondolom a fizikum is kijött, illetve az, hogy ott volt egy meghatározó játékos, akit gyakorlatilag 30 percig nagyon jól tudtuk tartani, és akkor egy olyan komoly különbség alakult ki, ami azt gondolom, hogy egyébként megérdemelt is. Ezt a mérkőzést végül meggyőző különbséggel 21-13 arányban nyerték meg a lányok. A másik ágon a fehérgyarmatiak 20-10-re legyőzték a balassa gyarmatiakat. Így a Kőrösi Gimnáziumnak a fehérgyarmatiakkal kellett megküzdeniük a döntőben. Az összeszokottság és a rutin itt is meghozta a sikert, hiszen egy sima mérkőzésen 29-16 arányban sikerült legyőzni az ellenfelet, így megnyílt az út a Diákolimpia országos döntőjébe. Én azt hiszem, hogy nem nekem kellene itt állnom, hanem Szabó Attila kollégámnak, aki azért nagyon régóta dolgozik ezzel a csapattal, vagy egy Csicsószki Dórának, akinek nagyon sok munkája van ebbe a csapatba, és hát azt gondolom, ez végül is a munkájuknak egy komoly elismerése, hogy az ország legjobb 8 csapatába tudtunk újra jutni, ugye hát ez másodikodik országos döntője a Kőrösének, de kicsitnél még csak a második, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt becsülni kell, és még egyszer gratulálnunk kell a kollégáinknak, meg hát természetesen a lányoknak. Nem tudjuk még, hogy az országos elődöntőkből honnan jutottak be, ugye azt tudjuk, hogy 8 csapat lesz ott, nyilván megpróbálunk majd információkat gyűjteni, de azt, hogy kivel fogunk játszani, az közvetlenül ott a technikai értekezleten csütörtökön este fog kiderülni, ahol húzzák ugye a csoportokat, és gyakorlatilag ott közvetlenül az előtte való este fog kiderülni, hogy kik lesznek a közvetlen ellenfeleink a csoportban, és utána értelemszerűen az eredménytől függően következnek majd a keresztjátékok.
Ugye hát innentől kezdve megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni a Miskolcon rendezendő országos döntőre, ami ugye azért sok mérkőzésben áll, hiszen 3 nap alatt 5 mérkőzést kell játszani, tehát nagyon sok fog múlni azon, hogy melyik csapatnál hány játékos áll rendelkezésre, hát az egy nagyon nehéz feladat, de én biztos vagyok benne, hogy fogunk mérkőzést vagy mérkőzéseket nyerni. Nyilván nagyon sok múlik a sorsoláson, milyen csoportba fogunk kerülni, ott 3. helyen végzünk, tehát azt gondolom, az egy extra feladat, de én azt is tudom, hogy elég tapasztalt országos döntőre járóként, hogy azért ez egy extra motiváció a játékosoknak, meg egy extra jutalom. Valóban nagyon örültek a gyerekek, és hát szerintem a kollégám is, aki ugye itt fog átesni a túszkerességen az országos döntők tekintetében, én azt kívánom neki, hogy sok ilyenen vegyen még részt, mert a munkája alapján azt gondolom megérdemlik, mint ahogy a lányuk is megérdemlik azt, hogy kielvezik azt a hétvégét, akár mint gyerek, akár mint kézzelabdázó. A pünkösdi hétvégén Miskolcon megrendezésre kerülő döntőben valószínűleg már sokkal nehezebb dolguk lesz a körösis lányoknak, hiszen az ország elit klubjaiban nevelkedő játékosok lesznek az ellenfelek között, de joggal bízhatunk benne, hogy a sok éves munka és összeszokottság akár egy nagyszerű eredménnyel is párosulhat, és szép sikerrel térhetnek haza a lányok az országos döntőről.